Álljatok, gyerekek! Lecseréli a keeper a pólóját, mert nem tetszett az előző. Csúnya volt. Fölvett a keeper egy ilyen... Oda nézzé. Havannás pólót egyébként. Oj, hajamat is szétcsesztem. Megjöttem, gyerekek! Várjál már, rátoltam valamire. Ezt az rohadt élet fél franc van itt. Szevasztok, gyerekek! Üdv a csatornán, keeper megérkezett. Fölvettük a havannás polót, már nagyon látinosan nyomjuk a szemöndészte, de itt, na jó, hát az, nem is tudom, hogy miért indítottam, mert idő előtt a videót, közben eszembe jutott, hogy polót kellene cserélni. Remélem nem láttatok meg annyira. Na, figyeljetek! Először is megállítom az időt, egyébként ha megállítom az időt, akkor akar a kamera, de ha rákattintok a kamerára, nem. El akarom mondani, hogy mi a terv. A mai részben ki kellene húznunk reggelig, és reggel egy iszonyatosan nagy tervem van. De azt úgy kell időzítenünk, hogy körülbelül hajnali 3-kor, ennek a videónak vége kell, hogy érjen, addig fel kell szerelkeznünk, és hajnali 3 és 4 órakor a következő videó legelején el fogunk valahova indulni. Egy olyan helyre, amit imádni fogtok, egy hatalmas nagy kihívást próbál megcsinálni, ami egy rész erejéig fog valószínű tartani, de nagyon-nagyon nehéz lesz. Úgyhogy ennyit akartam először mondani. Akkor a mai részben valószínűsítjük, hogy akkor craftolunk, fölkészülünk arra a hatalmas kihívásra, amit nem szeretnék elárulni, lehet, hogy a videó közben, vagy a végén el fogom árulni, de egyelőre nem. Egyébként rájöttem, hogy ezek a piros választalak, ezek baromira nem tetszenek, úgyhogy annyit engedjetek meg, ne haragudjatok, gyerekek. De ezt lekopizom, és itt... Ezek nem jönnek be, nagyon nem jönnek be. Az tök jó, hogy csak az a rács, vagyis az a kerítés a piros, de azok, hogy itt ezeket a blokkokat így lenyomtam, ez nem tetszik. Ez se legyen piros, a rács se. És a íze is legyen piros, ezek nem tetszik, hanem az utolsó, mint hogyha utolsó vérvonal, érted? És akkor az legyen az piros. Valahogy nem jön be, ez már túlzás. Sokkal high-techebbnek tűnik, hogy egyszerű minden, érted? Egyébként lehetne ilyen valami fehérre, de az meg már ilyen nagyon ízés lenne. Az meg már full high-tech, ez egy ilyen ez figyeljetek, ez egy shelter. Ez egy beton bunker, egy igazi shelter, amit a keeper itt kiképzett magának. Úgyhogy itt, ja, ez még a külső, itt ez lehetne piros. Ez már ne legyen piros, innentől nem lesz piros, jó? Ez így lesz, gyerekek. Jó, azt tudom, egyébként meg kell javítanom, meg ilyesmi. Itt körbe piros, de belül már nem, mert belül már, hogyha futsz be, akkor nézd meg már ilyen izé, ilyen nagyon-nagyon high-tech, ilyen full high-tech minden. Wow! És itt a legutolsó, ugye, védelmi vonal, ez a piros, hogy itt már nagyon-nagyon-nagyon bukta van. Jó, fejezzük be valam, annyit beszélsz, keeper. Ó, mi a franc van itt, gyerekek? Mit csináltunk utoljára? Ja, tudom, hogy mit csináltunk, de egyébként azt, amit kellene csinálni, azt meg kellene csinálni. Nézzük át, hogy mennyi vasunk van. Ezt be kellene olvasztani. Igen, és fegyvert, lőszert kellene csinálni rengeteget, úgyhogy most rá fogunk állni a lőszert csinálásra. Az meg... Shotgun shell. Oh, mi kell hozzá? Gunpowder kell hozzá, és papír kell hozzá, és ez. Akkor kellene nekem jártanom papert, az kevés van. A papírhez kell glue, úristen, és murky water, úristen. Akkor a papír az nem lesz olyan egyszerű gyártani. Mennyi papírom van, gyerekek? 115, jó, az egyszer oké. Okay. Van ilyenem, és nitritból tudok csinálni ízét. Jó, hát ez nem olyan egyszerű, mint a gondoltam. Ízét kellene, ilyen gunpowder-t kellene csinálni. Ahol szén kell, meg nitrit, az viszont van. Van szenem, és az összes szenet azt fel fogjuk erre használni, mert igazából mi másra használnám, nem tudom, a szénből lehet-e valamit csinálni, jó? Pörgünk mind a trágyaszóról, mert rettenetesen nagyon nehéz kihívás. Lehetnek kereket csinálni, gunpowder-t, és csak ezeket nem is tudom, úgyhogy igazából gunpowder-t, amit tudok csinálni, azt fogjuk belőle, igen. Mi kell hozzá? Jó. Fát kellene befakolni, igen, kell egyébként fa, mert elég kevés van. Jó, azt nem tudom meddig csinálja, mindjárt bepakoljuk, azt akkor meglássuk. Tudok csinálni 151-et, és azt csinálja 2 percig. Úgyhogy még sok fát is raktam be. Jó, nem baj. 2 percig csinálja. Akkor most nekünk szükségünk lenne... igen, és papírt jó lenne csinálni, csak kevés glue van. Viszont azt hiszem van murky water-om.
89, meg van Gloom. A Gloom, várj, Gloom kellene egyébként csinálni. Mi kell a Gloomhoz? Gloomhoz kellene nekem, várjál, csont és murky water. Akkor felét meg kellene csinálni, várjál már. Akkor vegyük ki a csontot, és akkor csináljunk glút 40 darabot. Oké, ez 5 percig csinálja, és akkor tudok csinálni papírt, és akkor tudok csinálni még mást is. Várjál már, fegyver kell. Ebből van egy csomó. Mennyi ízeink van, mennyi lőszerünk van? Nagyon kevés a sörétes lőszer, és nagyon szeretem a sörétes lőszert, és akkor arra rá kellene állni. Egyébként más ammót is jó lenne csinálni, például... Ez nagyon jó lenne, a 762. 762-es ammóhoz mi kell? Gunpowder... Van minden hozzá, ez nagyon jó, ebből is tudok csinálni. Jó, mert gunpowdert, azt tudok csinálni gyakorlatilag elég sokat. Ugye? Ugye? Most az előbb csináltam efele, igen, szén, mondjuk szén az kellene hozzá. Szenet azt nem tudok valahogy csinálni, azt csak szedni tudok. Tudnék szedni kint, ugye? Gyorsan menjünk ki, szedjünk egy kis szenet. Hol a baltám? Sanyika, ne nagyon zörögjél, légy szíves. Hol raktam a baltám? Itt a baltám, jó. Menjünk ki, azt a szedjünk szenet akkor. És akkor csinálunk ezért, csinálunk lőszert mindenfélét, leginkább 762-est és sörétest, ez a kettő, ami nekem nagyon megy, és nagyon is kell. Na, ezeket a fákat elvileg, hogy kivágom, akkor ebből jön szép bőven. Jó. Egyébként, bányászt is tudnék szenet, de hogyha itt van ez a lehetőség, meg amúgy is fa is kell, akkor ez tök jó, hogy itt van ez, és az jó. Na, ne. Te, itt benne van a kőbe, és azt üti, jó. Helyesek vagyunk. Meg mindjárt megcsináljuk. Ja, Demon Hill is írta. Amit megcsináltam, hogy ugye... Jó felhúzni maxra a farmingot, ezt el is hoztam. Ős farmingosok vagyunk, gyerekek, hát mindenképpen. Kicsapunk itt mindent. Kifogytunk a staminából, nincs nálam semmivel. Jó, festék az egyelőre most nem kell. Ugye ahhoz is elhasználtam a murky water-emet. Erjel már. Gyűlik 390, szén kell, rengeteg szén kell, rengeteg lőszert akarok gyártani. A következő részben baromi nehéz feladat elé fogunk. Baromi nehéz feladatot találtam ki magunknak. Most kíváncsi vagyok, biztos, hogy mi az a hülyeség, amit kitalált. Nagyon nehéz lesz. Kíváncsi vagyok, kitaláljátok-e. Írjátok le, hogyha gondoljátok, hogy mi az, amit kitaláltam. Mondhatni a játékban a legnehezebb dolog. Nem tudom. Nem tudom, hogy rájöttek-e. Ez nem is baj, hogyha így kipucolom, legalább jobban rálátni a dolgokra. Ugye, hogyha jönnek a zombik, akkor ezeket itt jobban átlátom a helyzetet. Azt egy picit megvántam, hogy azt a zombi várószerű akármit oda azt csináltam. Főleg úgy, hogy ugye sikítő zombit, hogyha csalok, akkor is teljesen értelmetlen befogni. Ó, várjatok, kicsi ízű stamina kellene. Jó, hát a fa is gyűlik így legalább, ez tök jó. Már annyira nem. Igen, 762-es lőszert fogunk gyártani, és sörétes lőszert. Lőszergyártásra mindenképpen rá kell állnom, úgyhogy rá kell érezni. Ezt látom, már megütöttem valamikor. Tök jó ez a lemenő napfénye, vagy nem tudom, oda nézze, hogy csillan a fegyverem, baromi jól néz ki. Meg jól néz ki ez a játék, gyerekek. Ez régen iszonyatosan csúnya volt ez a játék, de most már jól néz ki. Egyébként ez a kis izé, az itt van, igen, itt van a bázisunk, és nézzétek, itt van a izé, itt van ez a...
Ez a fedél, ugye ez a szarkofág, mondjuk szarkofágnak. Mik vannak? Mik ezek a kékek, gyerekek? Mik azok a kékek? Ott van valami. Ja, az, lehet, hogy nitrit lejönő helyek, vagy nem is tudom mire, mi volt, valamire emlékszem. Ja, úgyhogy nehéz dolgot fogunk kitalálni. Meg fogjátok látni. El is egyébként tudnék terjeszkedni, tudnék építeni bármit is. Legyalulhatnám ezt a placot. Hú, ez annyira zavar, hogy... Na jó. Nagyon nem jó, várjál, szétütöm ezt. Idegesít, hogy az itt van, gyerekek. És nem tudok vele mit csinálni. Jó. Nem, hogy már azt az egy fát hagyjuk meg. Elég jó kipucoltuk a területet, 21 óra, 24, hát menjünk be. Ja, sokkal jobban néznek ki a bázisom, hogyha... Egyébként csináltam azt, hogy összekötném a bázisomat itt egy folyosóval ide, és akkor ugye lenne egy ilyen plusz védelmi vonal. Mert miért ne? Vagy pedig ugye, amit beszéltünk, hogy leásni, fölásni, vagy esetleg lépcső, vagy valami, és akkor oda bekötni. Vagy esetleg még bejebb be lehetne kötni, nem ide, hanem hogyha elveszítem, akkor lehetne még bejebb menni. Valahogy ki lehetne ezt találni még. Úgyhogy ezen gondolkozni fogunk, ezt fel kellene használni valamire, hogyha már egyszer itt van. Jó. Veressük neki, gyerekek. Ide meg ki lehet ülni. Most ide ki lehet könyökölni, gyerekek, de... Ja, ez ugye acélból van egyébként, csak lefestettük. Jó, hát tegyük be az ajtót, mert miért ne? Úgyis most itt ben fogunk csinálgatni dolgokat. Csinálunk egy csomó izét. Csinálunk egy csomó ilyet. Ó, ez a darab nagyon jó. Meddig csinálja? 15 percig, úgyhogy annyi fát be kellene pakolni. Mindenképpen. Igen, jó. Meg a izéket is el kellene indítani, ha már egyszer méne, ugye? Ugye ezt azt csináltuk ezelőtt, hogy itt szétszedem. Na és ezt a 104-et akkor berakjuk, turn on, és hadd menjen ez is, mert figyelj, hadd menjen a cement, mert igazából még valószínű, hogy építkezni fogunk, rengeteg cement kellene. Na, nézzük meg, kellene nekem homok, meg ez meg az. Jó, gyerekek, így. Na, rakjuk be, ide is kész, gyerekek. Meg ezt esetleg el is tudnám adni, hogyha úgy van vágod. És megint 2000 darab elkészül. Lehet, hogy külön izét kell majd csinálnom, külön betonosat, nem? Igen, csináljunk már egy külön betonosat, ez meddig tart. Beton. Annyi van, mint a sár. És akkor azt csinálja a keeper, hogy kiszedi is csak a betonokat. Ott egy kis cement. Jó, és akkor legyen itt a beton, mert tényleg baróság van már. Meg tudom, hogy elfér volna, de így sokkal egyszerűbb kezelni. Ugye, ez mennyit ér? 500-at ér, tehát van 2, 4, 6, 8, lassan lesz 10. Akkor az 10 000-re, nem, 5 000, csak 5 000-re ér, úgyhogy annyira nem nagy üzlet. Mondjuk 5 000 az nem olyan kevés, főleg úgy, hogy nekem nem is tudom, hány mennyi van. Megint kiraktam a izét, az pénzt, de miért akkor mindig kell pénzt? Nem tudom, azt hova raktam, de egyébként abból, hogy hova raktam, fogalmam sincs. Ja, az eladható cuccokhoz, igen, oda raktam, ja, jól gondoltam. Eladható cuccoknál vannak már azért elég jó sok dolgom. Mit csináltunk? Csináltunk papírt. Nem, glút csináltunk, akkor kellene papírt csinálni. A papírt is egy az egybe fogja adni? Nem tudom, de mindegy, kiderül. Nézzük a papír, igen. Jó. Ebből tudok 40 darabot, mert gloom van kevés, murky volt, nem van, viszont gloom az volt itt is benn, bár nem annyira akartam elcsetni az összeset, de egye fene, ide berakjuk, jó? Papírkészítés. 49. Jó. És akkor gunpowdert megnyomjuk neki mind az egy alatt. Nincs is több, ugye? Viszont akkor shotgun shell-t. Azt készíthetnénk annyi, amennyi igaz. Nem is azt kellene készíteni először, hanem, nézzük meg. Fegyver, ez kell nekem, és gunpowder. És akkor tudok csinálni 762-es lőszert, ugye? Nézzük, 762-es ammót tudok csinálni, 134-et. Mindenképpen, gyerekek, miből van a legkevesebb? A gunpowderből, úgyhogy azt még lehet, hogy meg is fogom várni. 62-es lőszer, 444, 100, 148. Mi? Igen, a gunpowder.
Jó. Akkor várjuk meg, amit csinálja, meg... Jó, hát azért ez jó, sokat fel kell használni, még 800 valamennyit tudok csinálni. Igen, a papír, hogyha meg lesz... Ó, 490 papírt fog csinálni. Ó, rengeteg sörétünk lesz, tök jó. De akkor várjatok, még annyit csináljunk, nézzük meg, hogy nincs-e véletlenül valamiben minden is. Ebben csak clay van, ebben... Figyeljetek, ezt ki is veszem, aztán majd úgyis újra tervezés lesz. Ebbe is clay, az rengeteg van, ebbe is clay van, meg sand. A sandből akartunk csinálni üveget, ugye mindenképpen kellene egy csomó üveget készítenem. Ebben van egy kis iron, de egyébként hagyjuk be most, ó, ebben viszont van iron. Akkor azt kellene kész csinálni, ami van. Azt kellene csinálni, gyerekek, hogy a... Hol van az olvasztó forma? Ezt a kettőt ebből. Ebből beledobjuk. És akkor rakunk bele egy kis fát. És amennyi van benne, abból csináljunk már izét. Steelt. 10 percig csinálja, 18 percig van, 115 darab készül, az tökéletes szerintem. Nézzük, hogy esetleg van-e valamelyikben még. Itt is van egy kicsi, de mondjuk azt érdemes meghagyni, ebben az van. Igen. Jó van, gyerekek. Ebből a szentből kellene empty water ezt csinálni. És sokat akarok csinálni, ezért. Mindenképpen sokat szeretnék csinálni. 47 percnyi. Már csak azért. Már csak azért, mert kell. Ez a murky water, ez rengeteg kell, hogy észreveszem. Úgyhogy legyen belőle nekem bőven, oké? Okay? Meg vagyok. Oké. Okay. 7-6 fog 2-es ammo. Igen, és most már lassan elérjük a izét, ezt, ugye ebből a bullet tipből, azt hogy tudom csinálni? Lehet, hogy ezt is tudom csinálni. Két el, vagy mi van? Ja. Ez clay kell hozzá, meg leont. És ez valószínűleg úgy tudom önteni? Nézzük már, hol látja a keeper? Igen, ezt úgy tudom önteni. Akkor tudok ilyet önteni, ha van clay-je, és van. Izét, olmot kellene beolvasztani. Ezt is mondtátok egyébként, hogy olmot olvasszak már be az egyikbe. Olyanba, amelyikbe van elég clay. Mondjuk menjen ebbe akkor az olomolvasztás. Jó ötlet, gyerekek, jó ötlet. És akkor tudok olvasztani. Nem engedett többet rakni. Tudok olvasztani. Tudok csinálni ilyen izét, ilyen hegyet. Ó, jó, és akkor... Oké. Okay. 762-es lőszer. Meg ilyet is kellene készítenem. Ez a bullet... Ez mi kell? Ez clay, meg rész kell. Akkor lesz egy olyan olvasztókamencénk, amelyik... Be, a rezet is berakjuk. Ezt fogjuk berakni. Mondjuk egy másikba is rakhatnánk clay mellé. Nem, marad ez. Nem, csináljunk még egyet. Melyik, ebben is van elég clay. Legyen ez. Legyen ez, nem? Legyen ez, ebben meg beolvasztjuk a rezet. Egyelőre nem is tudom. Hát, adjunk neki is annyi. Ne szórakozzá. Csak mely össze-vissza van minden, szeretem így feliratozni a dolgokat. Most egy kicsit nem nagyon örülök neki, hogy minden össze-vissza van. Na, oké, okay. És akkor tudok majd készíteni olyat is, oké. Okay. Megint majdnem minden beég minden. Jó. Itt milyen szituáció, gyerekek? Oké. Okay. 762-es lőszer, és emiatt nem tudok többet, látod? Gyakorlatilag végtelen mennyiségű tudok csinálni most, ahogy elnézem. Ugye nitrit kell hozzá, gunpowderhez, baromi sokat tudok készíteni. Jó, most ugye ezt értük el, ennek a maxát, de ugye ilyet tudok mindjárt önteni. Oké, gyerekek. Rengeteg lőszer kell, mert nem akarok tökölni. Ahova megyünk, ott nagyon fontos, hogy gyorsak is legyünk, ne csak. Gyorsak is legyünk és hatékonyak, oké? Na nézzük az olmot, milyen gyorsan olvasztja be. Meg a rezet, oké. Ezt már szeretjük, és akkor már tudok is. Miért készíteni ezt mennyit? 62 darabot. Jó, menjen. Itt meg ugye, nem itt, hanem itt meg tudok készíteni ilyet. 170. Ó, gyerekek! A lőszer az megint úgy látom, hogy kifogyhatatlan mennyiségű van, de vagyis lesz.
Az a baj, ebben meg kevés van. Nézzük, hogy van-e izék. Nincs vasunk. A vasat kellene valahonnan majd kinyerni. Ebben meg pont tudnék vasat kinyerni elvileg. Na, nyisd meg! Úgyhogy ebből nyerünk ki egy kis vasat. Oké, okay, gyerekek? Sima vasat. Azt mondja, hogy ilyet. Ebből is kell, mert szeretnék csinálni mindenképpen javítókészleteket. Oké, okay. 23 óra 04 van, és nagyon jó haladunk, ég mindenhol minden, akkor menjünk el addig közbe. Nézzük meg, hogy mi a szituáció, keltünk el. Szomjasak vagyunk, éhesek vagyunk, együnk már, meg ígyunk, mert tudkorászok, azt annyira pörgünk, mint az állat. Mi a gyerekek? Ja, nincsen piám gyerekek. Ahol mondjuk nem a legjobb dolog, mert megiszik mindent a Keeper instant. Ja, és csak nehogy már sört ugye, ez mit ad? Stamina Rack Water 24, jó, mindegy. Megiszunk mindent. Ja, azért Murky Water, látod mennyi kell? Mindenhez kell, meg ugye itt ahhoz is kellene csinálni. Vagy ahhoz is kellene. Úgyhogy ez problémákat okoz itt a Keepernek. Oké, okay, kaja. Egyelőre ezeket megesszük a húsokat, mert úgyis később a húsokat másra fogjuk használni, jobb kaját. Ezeket meg meghagyjuk a konzerveket. Oké. Okay. Még. Még azért együnk. Nem egy olyan túl sokat tölt. Itt 33-nál vagyunk. Szerintem még egy 2-3-at minimum be kell gyűrni. Jó. Oké, okay, gyerekek. Beressük neki. Mi a szituáció itt? Jó. Oké. Okay. Menjen a puskaportgyártás. Megnézzük a kajánkat, jó srácok? Nagyon gyorsan. Egyébként a kajánál számít, hogy mivel szedem, de bár szerintem megmondom őszintén nem számít. Próbálok pörögni, próbálom csinálni nagyon gyorsan a dolgokat. Olyan hajnali 3-ra el kell végeznünk ezzel a része, úgyhogy ez ennyire lesz hosszú gyerekek. Bocsánatot kérek mindenkitől, aki esetleg többre számít. Ez growing. Minden egyik growing van. Jó van gyerekek, nem semmi baj, hogyha növekedés van, az még seed. Ez growing. Egyébként szerintem mindenképp még a reggel előtt meg lesz. És akkor most már ugye többet tudunk belőle majd szedni, de nem gond, addig csinálunk mást. Egyébként ez is, nekem ez nagyon tetszik, ez a... be kellett néznem, srácok. Ja! Olvasztunk vasrudat, sima iront, és akkor csinálunk egy csomó javítókészletet, és úgy kell elmennünk, hogy rengeteg lőszerrel, és rengeteg motorral fogunk menni, a motort megtankoljuk, azt is le kellene raknunk, ugye nagyon sok idő minden. A motort lerakjuk, megtankoljuk, már úgyint így. Startra kész gyerekek, startra kész legyen, megnézzük, hogy rá is ülhettem volna, ugye? Na, 49% kellene bele egy kis benya. Nincs, tankoljuk meg. Oké. Okay. Viszont, amire nincs szükségem, például most ecsetet nem fogok nagyon használni, meg rakjuk ki a dolgokat, az a lényeg. Ezt akartam valahogy kinyugdösni, de nem nagyon sikerült. Jó, mondjuk ezt a fát még egyelőre itt hagyjuk, mert hát egyébként nem értem, miért a fából miért nem lehet csinálni ízeit. Papírt nem lehet fából papírt csinálni, egyáltalán nincs olyan opció. Milyen bok? Izit, postaládat, azt lehet csinálni, gyerekek. Érdekes, hogy nincsen. Mi? Miért nincsen? Jó. Jó, maradjanak nálunk egyelőre azok a dolgok, mert még kölhet. Jó, itt megy az acél. Itt mi a szituáció? Itt megy a kő. Hát megmondom, hogy szerintem jó, ez a kő, köves dolog, ez csak azért megy, mert méne. Egyelőre. Itt mi megy? Mi a vasak? Jó, az is jó. Itt meg az üveg megy. Itt meg kész van ennyi, de még tudunk csinálni. Nem tudsz csinálni, mi van? Ahogy ne tudnál, bazze, oda nézzél. 355, a gyerekek végtelen mennyiségű AK-lőzetről készíteni szerintem. Jó, végtelen mennyiségű egy kicsit erős volt, de azért nem keveset, oda néhány. 400-500 darabokat, meg ilyesmi. Jó, akkor. Nézzük, hogy mi van. Még mindig azt készíti. De nagyon sokat. Nem baj gyerekek, nem baj. A betonkeverő hogy áll? Gyerekek, mindenhol készül, minden beszalsz, hallod? Ez
Tényleg nagyon durván nyomjuk most. Ez most jelkap, néha jelkapja a keeper itt a dolgokat. Rakjuk még azért stone-okat, azt majd ha kell, akkor ide jövünk, ne szórakozzunk már, hogy mindig így ide-oda futkozunk. Ami nem kell, az egyéb craftba. A fegyveren szerintem ki fogom rakni most egyelőre ezt. Úgy kell elmennünk majd reggel, hogy minél kevesebb cucca, jó? Szelves crafthoz rakjunk dolgokat. Minden kevesebb cucca, és nem is tudom, hogy fegyver és páncélnál. Páncélnál nincs nekem, de van. Ezeket lehet, hogy meg fogom, használni fogom. Ez milyen... Heavy armor, cold resist, jó. Lehet, hogy rá fogunk függni, hogy átpakolunk heavy-re. Mert olyan helyre fogunk menni, gyerekek, hogy csúnya világ lesz. Úgyhogy nem biztos, hogy nekünk az jó lesz, hogyha izébe fogunk menni egy szalgatjába. Hú, ma most félek egyébként. A nitrit se szerintem egyelőre nem kell. Ez ami kell, ez ami kell, ez ami kell lenni fog. Így javítani se fogom, gyerekek, úgyhogy a javításhoz, a fegyverhez berakom ezt, jó? Javítás dolog miatt. Ez biztos, hogy kell. Ja, egy csomó lőszert kell craftolnunk. Pisztolylőszert is viszont azért el fogom vinni. A glue az maradjon, és a vas meg berakom vissza, mert most egyelőre nincs rá szükségünk. Viszont, amire szükségünk van, az nem más, mint... Nincsen duct tape, de van még darab. Hát ez nem túl sok. Jó. Mi történik? 124 darab. Á, nagyon jó, imádom. Mi a szitu, gyerekek? Mi a szitu? Tudod csinálni. És lehet, hogy az AK lőszerre kellene ráfüggni. Ez még nem fog beférni. Jó. Van 9 tojásom. Tök jó. Ja, lehet, hogy az AK lőszerre fogunk ráfüggni. Vajon csináljunk még duct tape-et. Szelves craft. Olyan is szükségünk van. Ugye... Kell javítókészlet. Mennyi idő? Rohanás az idővel egyébként ez a rész most. Ezt utálom, hogy ezt olyan rengeteg ideig csinálja. Szenet kell majd szereznem még. Kis kacok. Itt mi újság? Mert cement. Hadd menjen gyerekek, várjál, ide meg nem fogok tudni most bepakolni többet. Figyelj, a betonhoz megy a cement is, jó? És akkor az lesz, hogy igazából abból már ugye egy lépcsőben meg tudom csinálni, szóval akkor ez menjen ide. Ja. Betonból, még valószínűleg, hogy fogunk építkezni nem keveset. És emiatt ugye arra gondoltam, hogy akkor legyen. Ja. Csináltunk izét? Tépett bőven. És akkor csináljuk meg a izét. Nem a célja, nekem vas kell erre, az meg hol volt a vas? Van, ennyi elég is. Javítókészletet. Oh, hát szerintem egy 15 darab elég. Oké, egyébként megnézhetnénk az armort is, ha már egyszer, nem? Nem tudom, hogy az armorok az... Hevít vagy? Ha esetleg tudnék valamilyen armort csinálni. Oh! Scrub Glowess. Hát igen, itt már fogytak. Nem túl sokat tudok csinálni, ahogy látom. Ezt a scrapet tudom készíteni. Ez nem tudom, hogy mennyire jó. Biztos jó, de azért annyira nem... Scrapet. De hát ezt lehet, hogy elengedjük. Wash. Ez mehet bele ide. Várom, hogy már készüljön a papír. Arra vagyok ráfüggve. Jaj, végre elkezdte a papírt készíteni, de miért? Miért nem készíted a papírt? Ennél látni, hogy hogy mennyire 8 percet csináljak, akkor bővenek. Ennél látni, hogy ég? Látni, hogy ég alatta. Jó. Azért mondom, hogy egyáltalán látni-e. Jó, gyerekek? Nagyon fullon megy minden itt. Jó, és akkor... Ebből is tudnék most csinálni 219-et, de sörétet is akarok csinálni, nem akarom felemészteni a gunpowder-t. Mondjuk pont azt emészti fel, látod? És valószínűleg, hogy nem kellene megdarálnom az összeset. De ugye itt már készül egy csomó.
A sörétesre is akarok egy kicsit hagyni. De ha készül, elég. Úgyhogy megvárjuk a papírt. És akkor inkább a sörétes lőszert fogjuk preferálni. Itt mi fogy el? A papír. Mi? Nem, a izé. Puskapor. Jó. Jó, a gyerekek, elég lőszerük lesz. Mennyi idő? Még van 2 órám ebből a részből. Jó, akkor viszont ki kellene rakni a fegyver dolgokat. Fogunk akkor még készíteni mindenképp. Figyelj, gunpowder, miért nem ide rakom, nem? Nincs semmit véletlenül bennem marad bennem. Azt figyelj, oda kell rakni, miért ide, miért itt tartom? Meg igazából ezt is ide, oda kellene rakni, meg ezeket. A használati cuccok, fegyverek és használati cuccok át kellene. Ami gyakorlatilag kézbe vehető különböző kocatok. Rakjuk az egyéb craft. Bocsánat egyébként, hogy ez ilyen pörgős, kraftolós rész, de ilyennek is kell lenni, muszáj gyerekek, muszáj. Ija, egyéb craft. Oké, okay, megjavítunk mindent, rámegyünk a izé armorra. Figyelj, arra gondoltam még egyébként a fából, nem ezt, hanem ezt elviszem magammal, hogy tudjak építkezni, ha úgy van, de viszont azt csinálom vele, hogy lemásolok belőle egy blokkot, mondjuk egy akármelyiket, így, és akkor itt jobban tudok építkezni, ha úgy van, úgyhogy ezt el fogom vinni. Kés mindenképpen legyen nálunk, ugye még egy kicsit pillanat, ez mindenképp legyen, hanem kötszer kell, sörét kell, ebből az AK lőszerből szerintem fogunk vinni minimum 3 ilyen cuccot, ebből egy 300 bőven elég. Viszont sörétből megint egy 2 pakkot fogunk vinni. Még mindig az AK-sot csinálja, jó, hát akkor ezt menjen ide. Vagyis a 762-es lőszert, nem AK lőszer, mert nem is AK-val vagyunk. Meg kell javítani a fegyvereket. Mindent megjavítok, mert én ne. Így legyen megjavítva, végre elértük ezt is, még mindig van 9. És akkor a páncélból valószínű, hogy ezt le fogjuk cserélni, ezt megjavít. Mivel javítja? Ez egy sima scrap boots. Ilyen scrap boots. Ez is egy sima scrap. Akkor igazából lehet, hogy érdemes lenne lecserélni őket. A scrap bootsot mi a szarral javítja? Ironnal. Jó, hogy készítettünk. Hát ad milyen. Lehet, hogy egy scrap setet. Mi a fasz? Mi? Is it iron? Scrap iron? Ilyenre gondolom. Jó, oké. Oké, okay. Adjál még. Az a baj, nem túl jó minőségűt fogok tudni craftolni, és az nem annyira örülök neki. Kár volt mindig kidobálni, ugye volt olyan hülye képe. Ja, ugye például a mellvértem, az mennyi ízét ad? Humor egy statja. Figyelj, meg kellene nézni. Hol van a ízé? Armor rating. Most van 35,7-en, hogy felveszek egy ilyet. Biztos jó. 42,7. Csak ugye lassabb fogok lenni. Várjál már, megnézzük kívül magunkat. Hadd nézem már meg magamat kívülről így. Hogy nézünk itt? Nem nagyon látni. Jó, rajtunk van egy ilyen szar. Ja. Nem nagyon látni így. De az... Ja, van rajtunk egy ilyen gatya is. Figyelj, scrap gatyát, meg mit kellene? Scrap gatyát. Meg egy scrap sisakot tudnék csinálni, nem? De milyen minőséget tudok csinálni? Szerintem valami nagyon szar. Ja, egyes szintű bassza meg. Ó, csúnyán beszél a Keeper. Na, hát mondjuk ez elég szar. Tattébb meg ledör. Nem vagyok boldog. Ez a baj, látod?
Nézzük egy csisakot, hogyha lecraftolok, az mennyire lesz jobb rátája. És nem fogunk tudni be a kettő izét. Kettő modifikációt sem. Na, hogy mindjárt várja. Mi van rajtunk? Nézzük, ez a szar. Azt mondja, hogy... Már van egy ilyen sapi. Az mondjuk nem is olyan mészes. Na nézzük, hogy a kicserélem. Armor rating 42. 41. Az ennek jobb a... Tudod. Ilyen gogyi cuccok azok nem jók. Ebből viszont ki kellene szednem ezt meg ezt a zsebmódot. Ja, meg zsebet lehet, hogy kellene csinálnom. Jaj, most meg vagyok rekedve egy kicsit. Várjál már, ebből szedjük ki a modifikációt. A zsebet lehet, hogy kéne csinálnom, mert baj lesz. Jó, ebből is ki kéne szedni. Ebben van a izé, ugye, hogy ne essek olyan nagyot. Mi van? Ja, mert mindig onnan akarom kiszedni, bazza. Miért nem engedi onnan, és tök hülyeség. Ja, akkor be kellene raknom a saját fölvett cuccomba. Gyorsan. Modi. Zseb. Kellene csinálnom még zsebet. Nézzük a izét. Cipőt. Modi. Kellene még csinálnom zsebet, gyerekek. Fia, na, azt meg szerintem berakom ide a páncélhoz. Mennyit ér egy ilyen szar? Az négyet, nem egy erős. Jó, pocket módot, viszont mi kell hozzá? Sanyi! Mit csinálod, Sanyi? Sanyi! Olyan volt, mintha korkod vonodik. Na, armor, pocket mod, ez viszont tök jó. Mi kell hozzá? Duct tape, mechanic parts, és pont nem lesz elég duct tape-en, bazza. Ilyen sima, ez még nincs. Ez van megtanulva. Oh, shit! Nincs elég cuccom, bakker. Hát tudod, elhasználtam az összes izajét. Tépek. Én nem használtam, abban meg volt. Jó, várjál, mi kell? Mechanic parts. Bazen, ez nem is annyi volt? Gyerekek! Ez nem a Sanyi volt. Bár, mi a szar? Bírom az ilyen random rongákat. Sikítozom, Bidik, nem? Az hát. Azért gyűjtek-e. Még egy sikító. Pont Norvég mondta két részszer ezelőtt, hogy vigyázzak a sikító zombikkal. A másik sikító zombikat spawnolnak, és folyamatosan... Megint megspawnolt egy sikítót. De nem. Mi a szar van már, gyerekek? Azt a betyárt. Vége van? Megspawn... Ja, Norvég írta, hogy vigyázzak a sikítóval, mert megspawnol még egy... hív ugye még egy sikítót. És nekem nem lesz jó buli. Valaki még valamit üt. Eskü hallom. Valaki valamit üt. Meg is volt. Ő volt az.
Ütött a háznak az oldalára. Na jó. Jó, mit csináltok? Mit akartok? Ja, pocket mode-ot akarok csinálni. Elsőm, látjátok mi van itt. Tiszta a buli hangulat. Ja, akkor mást azt hiszem nem is tudok csinálni, ugye? Ja, itt készül a sörét. Ja, meg is vagyunk vele. Pocket mode. Azt akartam. Belekeveredtem! Armor pocket mode, ez pedig nagyon jó lenne, mert ez nagyon növeli. Azt mondja, hogy 0-15 kell. Mechanic parts, meg 2 darab ilyen gombolyag, meg... Szerves craft kellett? Ezért mechanic parts kell. Meg jó, hogy abban van egy csomó. Nyami kell még hozzád. Scrap polimer, az meg az egyéb craftban van. Gyerekek, hát az jó, hogy ütögetni mi? Aztán akkor lesz ilyen csodás pocket mode. Armor pocket mode. Jó, azt is meg fogja csinálni 7 másodperc múlva. Mármint, hogyha végzett azzal. Mi az, amit még kellene? Ugye gondolkozjuk végig a dolgokat. 150, 3 pak ebből, 1 pak ebből, izé, ebből nem kell, akkor ez a vas, ez nem kell. Ez se kell, mert nem volt érdemes, ugye? Akkor a papírt azt berakjuk ide, meg ezt is berakjuk, mert már nem kell, ezt is berakjuk, ezt is berakjuk. Nem sok időm van ám vissza, azért itt most rápörgött a keeper, kés, izé, maradj. Szerintem a javítókészlet se nagyon kellene nekem, nem? Úgyhogy a mechanikusba rakjuk, nem, az egyébként berakjuk a javítókészletet. Nem hiszem, hogy javítanom kellene majd menet közben. Viszont ebből kellene, meg... Ami kellene, gyógyszert szeretnék magammal vinni, mert tényleg kemény helyre megyünk gyerekek, úgyhogy vigyázzunk magunkra. Ez ebből lehet, hogy vigyünk? Miből vigyünk? Vigyünk 5 ilyet, jó? Ez mi? Ez antibiotikum? Jó, az antibiotikum... Az a baj, tényleg nem tudom, hogy mit vigyek meg. Az a baj, nem, tényleg nem tudom. Az a baj, hogy ezeket tök jól lenne vinni belőle, mert... Hát, ha kell. Hát, ha kell. De jó, ennyit viszünk, ezt meg fáj a fejünk, akkor bevesszük. Antibiotikumot ne vigyek, mész, ó, nem. És jól kell laknunk, meg mindent meg kell csinálnunk, mielőtt elmegyünk. Mi a szituáció, gyerekek? Miért állt meg ez? Megcsinálta ezért, ugye? 115 acélt, az maradj, az megy bele ide. Jó ez a sok acél, gyerekek, 500 darab az ér, mindjárt egy kicsit még összerendezünk. Ja, ez vas. 500 darab az 5000-et, tehát akkor van már 10000-em. Legyen pénz, meg legyen acél, meg legyen minden. Itt mi van? Jó, ebből. Ez bele is égett, úgyhogy ezt a maradékot meg kellene csinálnom ilyennek, mert miért ne? Úgyis ezt fogom, erre lesz szükségem. Itt mi van? Ebből a részből meg mindenképpen egyelőre úgyis ezt fogom csinálni, rengeteg lőszer. Menjen ki az összes. Majd még fogunk olvasztani, még van is, ugye? Itt mi történik, gyerekek? Ja, itt az üvegem készül, azt meg ugye berakjuk ide. Mindenképpen viszünk egy 125-ös pakkot legalább. A Murky Water-t kellene szerezni. Nem ki lehetne csinálni egy vödröt és csinálni egy kutat magamnak ide környékre? Az se lenne egy rossz dolog. Viszont 3 óra van, gyerekek. 3 óra van, és így gyakorlatilag... Hogyha itt elvégzett, megvan a pocket módom, megvan a lőszerem, a maradék lőszer ott marad, a pocket módot berakjuk valamibe. Mondjuk valószínűleg, hogy akkor én arra gondoltam volna, ezt is megjavítjuk. Javítja? Nem javítja. Ezt nem lehet megjavítani? Vagy mi a szar? Vagy le kell hozzászednem? Vagy mi van? Mert álljál meg, mit csinálsz, keeper? Ezt szeretném megjavítani, amit még szeretnék, ebbe egy modifikációt, ezt a zsebet belerakni. Mi a szar? Ja, mert lehet, hogy benne volt az. Na, és akkor most hogy van az inventory? Elvileg most az inventory az fullos, ugye? Na. Szerintem ki van maxolva, nem? Jó, akkor a... egyéb craftba, vagyis a páncél modifikációba. Egyszer, mint ugye úgy emlékeztem volna, egyébként csináltam én egy ilyet, de úgy látszik, hogy nem. Ezt meg kéne javítani. Miért nem tudom megjavítani? Mi kell hozzá? Mi kell hozzá, tesó?
Polimerek kellenek, és akkor basszus. És ilyen nem megy az idő el. Mi van? Ja, javítókészlet. Jaj, bocsánat! Hülye volt a keeper, igen. Igen. Kövezetek meg. Polimer lesz belőle, hogyha tönkreteszem, azt volt odaírva. Jó, ezt is megjavítom, pedig tudom, hogy nem egy nagy üzlet. Lehet, hogy a javítókészletet el kéne vinni, mert azért kellett a keepernek. Jó, ennyi lőszer, jaj, talán egyik lesz. Megnézem még, hogy mennyi míg vannak. Sok mindent nem érdemes lenne vinni. Szállt, figyelj, 450 darab lőszer. Lehet, hogy kevés lesz. Ebből még lehet, hogy kellene vinnem. Várjál ma? Bár akkor arra kellene ráállni, ugye? Arra kellene ráállni. 14. Hát, jó, nem, ennyi csak elég lesz. Már az előbb használtam, akkor azt még feltöltöm. Jó, jó, gyerekek. Figyelj, csak elég lesz. Kaja pia meg lesz, 3.34 van, srácok, ez egy ilyen nagyon-nagyon pörgős craftoros rész volt. Bocsánatot kérek érte, remélem, hogy nem volt nagy gond. Ezt kiveszem. Ez lehet, mennyi 17. Nem, ezt turn off-olok mindent, és úgy fogok itt hagyni. Aztán majd akkor megy tovább. Stone. Jó, hát itt minden készül, gyerekek, minden is. Jó, gyerekek, így fogunk nekivágni a dolgoknak, jól lakunk, és iszunk is, igaz, hogy piám az nem túl sok van, de azt hiszem, hogy valamelyik az talán visz fel water-t is, igen, ez water-nek is megfelelő, ez csak food. Mindjárt feltöltöm a kaja szintemet, meg a pia szintemet, és úgy fogunk nekivágni a következő részben egy olyan küldileg, nem küldetésnek, mert nem küldetés lesz, hogy nagyon fog remélem tetszeni nektek. Jó, kaja szintem szerintem maximális, a pia szintemet egy kis ilyennel feltöltjük. Az a lényeg, hogy bírjunk ki körülbelül egy napot. Annyit még lehet, hogy megcsinál a keeper, hogy elrohan. Megnézi, hogy ne lehet-e szedni őket, de nem. 4 óra van, gyerekek, valószínűleg, hogy neki fogunk indulni. 3 óra 50, gyorsan megnézem, hogy megértek-e a növények, aztán futok is vissza, és el is búcsúzom közben, mert ez tényleg lehet, hogy egy kicsit rövid részlet, de egy nagyon izgalmas rész fog következni. Megnőttek a kukoricák, gyerekek, ezt le kell szednünk, de most figyeljetek, úgyis az lenne jó, hogyha growing volna az összes egyszerre, úgyhogy a következő rész be fogjuk leszedni. És el is búcsúzom, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, a következő rész, nem mondtam el, hogy mi, az a lényeg, hogy be fogunk valamit támadni, egy nagyon-nagyon érdekes rész, és nagyon izgalmas, talán a játék egyik legnehezebb szekciója, azért kellett a rengeteg lőszer, a kötszer, meg minden, és így fogunk nekiindulni, és a motorba is tudunk pakolni, és 58-ban, köszönöm a figyelmet, gyerekek, jók legyetek, csácsumi csőtészta!